A főszerepben Vittorio Gassman, magyar hangja Somogyvári Rudolf. Előzés. Katrin Spák, Béres Ilona. Jean-Louis Trentignan, Tordi Géza. Írta Dino Risi, Ettore Scola, Ruggero Maccari. Zene Ritz Ortolani. Fényképezte Alfio Contini. Rendezte Dino Risi. Magyar szöveg Bánki Stella. Szinkronrendező Csákány Márta. Hé, hey, ide figyeljen! Na, csak nem bújik el! Itt minden zárva van. Nincsen telefonja. Igen. Megkérhetem egy szívességre? Igen, meg. Írja fel a 13-26-62-4-et. Marcellát. Megtenné? Üzenem, hogy várjon, jövök. Utána megyünk a többiekért. Megjegyezte a számot? Könnyű. 13 a duplája. 26 fordítva. 62 meg 4. 13-26-62-4, Marcella. Közlöm, hogy oda megy. De ki megy oda, a nevét se tudom. Mondja, ide figyeljen. Telefonál? Nem, gondolom inkább feljöhetne ide, vigy fel maga. Úgy is jó. Melyik lakás? 4-es. Jövök. De maga addig tartsa szemmel a kocsimat, nehogy valaki belenyúlkáljon. 4-es lakást mondott? Jövök. Repülök, mint a télvés, suhanok, repülök. Jövök. Talán jobb lett volna, ha én telefonálok. Azt se tudom kicsoda. Nem is ismer. Hát, ha csak ürügy. Mindegy. Mi az, nem jó a csengője? De igen. Bocsásson meg, már egy fél órája tekergek, üres az egész város. Megengedi? Bruno Cortona. Roberto Maria. Hát, úgy összekozolódtam az úton. Egy pillanat alatt végzek. Köszönöm. Diák, ugye? Igen, az. Kényszer egyességi eljárás a túl magas költségek miatt. Miért? Kereskedem? Jó, ajaj, kemény dió, mi? Maga jogot tanul? Negyedéves vagy. Ki ez a tagadnő? Ez az anyám. Ah, igen. Szép asszony. Na, ez a kis hülye meg már elment. A fene egye meg ezeket. 11-re beszéltük meg, dél van és már elmentek. Ha ezt tudom, Amalfiba maradok. Rohantam, mint egy őrült. 2,5 óra. Amalfitól idáig? Csak 10 percre álltam meg gyertyát cserélni. Lecsupakosz vagyok, borzalmasan nézek ki. Ha akarja... Mondott valamit? Én? Igen. Ha akarja, megmosakodhat. Megengedi? Köszönöm. Nincs egy cigarettája? Nincs, nem dohányzom. Az nagy hiba. Az a fürdőszoba. Megtalálok egyedül is mindent. Szóval nem dohányzik? Nem. És nem fél, hogy belebetegszik?
Tesz egy kis fürdőszobája van, nem elég csempészték, ugye? A jog illetsemmiségét mindig meg kell különböztetni a megtámadhatóságtól, mert az elebbit a bíróság hivatalban megállapíthatja. Ez zuhanyozik. Még a megtámadhatóság csak az érdekelt fél kérelmére érvényesíthető, a bíróság ilyen esetekben... Figyelmeztetnem kellett volna, hogy ne nyúljon. Hozzányúlt. Ugyan ez igazán semmiség. Ártatlan vagyok, nagyon sajnálom, de csak a Szent Lélek tartotta. Mi az? Ott van valaki. Kicsoda? Csak a házmesterné. Én úgy tudtam, hogy elutaztak. Kik a barátai? Nem, csak látásból ismerem őket. Uh-huh. Egyedül lakik itt? Igen, a szüleim Rietiben laknak. Amikor ezt a kihalt üres várost nézem, ahol minden zárva van, egészen elkeseredem. Maga nem? Nem, ilyenkor jobban lehet tanulni. Hát igen, arra jó ez. Én meg feltartottam magát. Ugyan. Na de most már megyek. És a mamával töltöm az ünnepeket. Hát kellemes magolást. Viszontlátásra. Köszönök mindent. Viszontlátásra. Jó tanulást. Mondja csak, hogy él maga. Egész nap itthon ül és tanul. Hát szeptemberben vannak a vizsgák, és nagyon sok az anyag. Na de ma ünnep van. A mamám szerint ilyenkor nincs áldás a munkán. Hát valószínűleg igaza van, mert nagyon keveset tanultam. Na de miattam. Éppen ezért szeretném meghívni. A feltéve, ha nyitva találunk egy presszót. Ne. Na gyerünk, hagyja csak. Miért nem? Igazán mondom, hogy nem azt akarja mondani, hogy nem iszik. A kulcsok. Itt vannak, elhoztam, az ajtóra volt felakasztva. Na, gyerünk! Amalfiban láttam Jacqueline Kennedy-t. Jó nő. Mint szélvéd, suhanok, suhanok. Ne izgulj, erre tilos behajtani. Sose szabad megállni. Kihágás csak akkor van, ha közlik is veled. Jogot tanulsz, ennyit tudhatnám. Szép álom, baringató, szép álom, baringató. Lázadj fel, rabszolga! Engedd el a kutyákat! Szolgaságra születtél! Ide figyelj, már majdnem dél van. Te hol eszel? Otthon. Hát csak két tojást láttam a frigideredben, semmi egyebet. Ebédeljünk meg együtt, aztán hazaviszlek. Rendben? Itt a San Pietro mellett van egy kis vendéglő. Nagyon jó főznek, ismerem őket, na? Jó? Nem, igen, nem. Nem, azt hiszem, hogy jobb lenne, ha... Ne hülyéskedj! Már csak úgy hallom ki, hogy egy enger... egy cigarettám és üres kihalt minden. Ah, őrület! Milyen kifogást találhatnék? Ért kell vele ebédelnem, nem is ismerem. Minek jöttem el? Ide figyelj, ha nincs kedved, mondd csak meg! Dehogy is nincs, miért ne volna kedvem? De én fizetek. Kiki alapon. Nagyon jó hely, kicsit drága, de jó a poszt. Mi az, bezártak? Nincs főzés. Nekünk is jár egy-két napi pihenés, nem gondolja? Miért járnak? Ha nem tetszik, akaszd föl magad az első fára. Ostoba. De az ő baja. Elveszít egy vendéget, ide se jövök. Ne bosszankodjon, nincs semmi baj, hazamegyek. De, hogy elmegyünk Ernestinóba, nincs olyan messze. Az messze van, kiszáll. Hogy volna messze, 4 perc alatt ott vagy. Megijedték? Nem, dehogy. Maga nagyon jól vezet. Te még mindig magázol, tegezzél. Most már régi ismerősök vagyunk. Jól van. Ja. Köszönöm. Ne nézd, akkor kevesebbet mutat. Akarod, hogy gyorsabban menjünk?
Légy óvatos, mert otthon várlak. Jó nő, mi? Itt a közelben nagyon szép etrusz sírok vannak. Igazak? Igen. És miből gondolod, hogy érdekelnek? Jó macska! Ne rohanj, vigyázz! Ott jön a közlekedési rendőrség. Ne rohanj, vigyázz! A nagypapát miért hagytátok otthon? Nem akart eljönni? A boldog olasz család. Jó utat! Azt hittem róla még leány, és a folyópartra vittem boldogan. És az derült ki, hogy férje van. Mi? Kívülről tudom. Falemezét hallgattam Terracinától Rómáig. A hűtlen asszonyból, annak a spanyolnak a darabja. Tudod, amelyik egy kicsit olyan... Mert tudod... García Lorca. Az, az. Hát te is ismered? Eze, tedd fel ezt. Ez Modugno. Tudod, a költészet nem nagyon fekszik nekem. De a zene az igen. Szép, és nagyon tetszik. A zene valahogy mindig elgondolkoztat. Ez muzsika. Modugno zenéje mindig megőrít. A férfi fragban egyik legjobb száma. Olyan semmiségnek tűnik, de sok minden van benne. Az egyedül lét, magányosság. Meg tudod, az is, ami mostanában nagyon divatos. Az elidegenedés, az Antonioni filmek. Láttad a napfogyatkozást? Igen, hát ez a film az. Hát tudod, aznap nem aludtam. Nagy ember ez az Antonioni. Van egy csodás laminiája, egyszer Róma mellett üldözőbe vettem. Az Istennek nem akar kitérni. Megőrültek ezek? Tartsd a volánt! Mit gondolsz, megértették az átkot? Essen belétek! Nézd, ezeknek kilógatják a lábukat! Már elhatároztam, hogy veszek egy kaszát és levágom a patájukat! Teljesen elrontítják a kilátást! De Roberto, nézd majd hátra egy kicsit! Láttad őket? Kiket? Azt a két nőt itt mögöttünk. Hadd előzzenek, utána rohamozunk, jó? Bonnui, 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 bonnui. Hé, ciao, tündérek! Deutschland, a német nők egyből benne vannak. De beszélsz németül? De van fantáziám. Hello, darling! Rád nézett. Én rá? A jobb oldal. Akkor majd feláldozom magam. Én majd azt a másik papát választom. Azt, amelyik vezet. Rendben van? Itt jól lehet enni. Na, mi legyen a nőkkel? Ejtsük őket? Na, ahogy akarod, én nem vagyok ilyes. Ez már férfi beszél. Úgyis pocsék a kosztjuk, szamárcsülköt adnak, meg fügebort. Na, vajon merre lehetnek a lányok? Megkeressük őket, jó? تقدر تساعدنا اللي حصل في العجله فرقعه مش قادرين نعمل حاجه من فضلك راكب ارجوم من ديفلاجراتا بادي بوسكالكانتي بوسوم وسليفاتور نوفيس نيتشيسيت ما كيف لاتينو البسيلاس كي دي بان اميرينج هوت كال موندانيو نينش نون هابيموس نون نون هابيموس اميرو شاينالو فانا اجن مك كيف بلغتك انا اليوم مين ده يو امين elágazás eltűntek. Vajon merre mehettek? Egy pillanat. Erre. Kitűnő szimaton van hajtás. Már gondoltam, hogy elszegődő vadászkutyának. Na, mit mondtam? Brunóban bízhatsz. Nesze, próbáld fel ezt a kalapot. Trudi von Almen kisasszony. Hí, a csik! Ne félj, barátom, ezt még életre fogom kelteni. Hm? Hová megy? Azt se tudod, ki lakik itt. Na és? Bemegyünk és Trudi kisasszonyt keressük. Na, gyerünk.
és azt hiszik róluk még kisleányok, és a folyóhoz visszük. Mi ez? Erre nem számítottam. Ott vannak. Gustav Ohm. Lernten Sie nicht einen großen Bad Gastein kennen? Ja, aber das ist es sicher nicht. Ne várjuk meg őket inkább kint. Menjünk innen, ez tapintatlanság. Lehet, hogy van. Kapható, Lili, genia? Gott sei Dank. Schade. Diese komischen Italiener. Erst laufen sie an, lachen, dann hauen sie ab. Na, ich sag, wir hätten uns ruhig zum Mittagessen einladen können. Sind gut ab? 144. Ich ja, was konnte ich dagegen tun? Nézd oda! Milyen jó is ez a bár! Úgy látom, elég jó étvágya van. Tönd a fejed, öregem, ne sajnáld! Ez is a tepphez tartozik. Nem tudok. És miért nem tanulsz meg? Na, no, proprio un selvaggio. Micsoda figura vagy. Na nézd, milyen szépen fogom a kormányt. Gondolj az óramutatóra. Nézd csak ide, mintha 3 óra lenne 20 perc múlva. Szeretem a 4-1-es pozíciót, Kozsak. Most már érted? Úgy látta, a percmutatót nem is nézed. Mert szellemes. Sei pure spiritu. Non vedi l'elicottero. Addio! E anche questo ce lo siamo bevuto. Ma si può sapere dove mi porti? Oh, ma ti vuoi fidare di me? Che c'entra la fiducia? È che è molto tardi. Sono già le 2. A Civita Vecchiában vagyunk. Eszünk egy jó hallevest is. 5-re otthon lehetsz. Estig még tanulhatsz eleget. Csak miattad mondom, hogy ne kelljen annyit visszafelé jönni. Miattam? Én sehol se érzem magam olyan jól, mint a kocsi. Ez nekem pihenés. Hegynek fel, hegynek le. Utat! Mintha csak Angliában lennénk. Miért? Olyan a táj? Nem, de állandóan a bal oldalon hajtunk. Remek fiú vagy. Csuda jók a beköpéseid. Mi történt itt? Ide figyelj! Add meg a főnököd számát, beszélek vele. Átvenném ezt a sérült árut. Mi bajod van? Tök már! Mi történt? Na, gyerünk innen, mi a csodának állt meg itt? Már is elviszem innen, csak megálltam, oda mentem segíteni. Bocsánat. Helikopterünk végig nyomon követte az autójukat. Igen. Kihágást követtek el, tiltott sebesség és szabálytalan előzés miatt. Egy képviselővel. Hogy? Semmi. Álljon oda, most majd én foglalkozom magával. Ez alig, hanem bolonyai. Szép város Bolonya. És micsoda csapata van? Egy nap benébe. Ha
Jégszekrénnyel foglalkozom? Igen, tűrhető szakma. Most elég jól fizet. De ha már nem megy, átállok másra. Így szoktam. Ez a 10. szakmám. Mondjuk antik keresnek. Fogom magam, leutazom vidékre, és felfedezek egy szettecsentóbeli ládafiát. Festmények kellenek, leakasztok egy guttuzót is kész. Háborúban bunkert adnál bérbe. Persze. Nézd csak, ha felvennénk, még célba érne. Van egy eladó motorom. Menj a fenébe. Megtoljalak, kapaszkodj belé. Gyere, felveszlek. Aztán elógjál sokat. Siess haza. Mindig utáltam a kerékpárt. De vigyázz, mert aláaknázták az utat! Utálatos sport, meg az ember combja úgy megvastagszik. A ronda lesz. Akkor már inkább biliárdozom. Maradok a réginél. A négykerekű kutya az ember legkínségesebb barátja. Mester, töltse meg! Rendben. I beg your pardon. Elvinni engem Grossetto. Nem, sajnos nem. Mi menni Róma felé, maga menni másik direkción, sajnálom. I am sorry. Elrejtesz, sápkóros. Mondja, van itt cigaretta? A presszóban, uram, jobbra, van egy automata. Köszönöm. Better put some in the tiles. Menjünk, tudjunk valamit. Szervusztok, kölykök! Bye, baby. I think the tiles need some. Mondj csak, miért kiszedte, hogy én két balkezes vagyok? Ha, fene tudja. Hát például, amikor felhívtál magadhoz, akkor mit tanultál? Én hívtalak fel? Igen. A peres jogügyletek megtámadhatóságára. Na látod, ezek 100 évvel ezelőtti dolgok, nem igaz? Még régebbi. Hát erről van szó. Még ha más tanulnál, mondjuk világűrjogot. Világűrjogot? Persze. Két űrhajó összeütközik. Melyik fizet? Ha? Vagy más? Hogyan kell felparcelázni a holdat? Nem érted? Ha majd odaérkezik Hruscsov, kivel tárgyaljon a telekügyletekről? Ennyi, hova siet? Na most végre rájön. Forse tu mi bacerai, ogni istante attenderò. Fino a quando, quando, quando. Mi ez? Miért nem működik? Próbáljam ezt újra. Ma megpróbáltam. Nem jön ki ebből semmi. A fene, egye meg. Automata csodák. Na, mit csinál? Tönkre akarja tenni. Maga szerint ez működik? Ettől csak automatikusan tübe jön az ember. Mit csinál? Parancsoljon, itt a pénze. És cigaretta? Nem működik. Nem működik. Hogy a nyavaja törne ki, de én nagyon csaplak, darabokra törnek szét, rá akarok gyújtani. Mit csinál, megőrül? Maga nem dohányzik, nem. Ugye? Mindjárt gondolom. Itt vannak a kulcsok, az olaj és a víz rendben van. Lehet, hogy tényleg rosszul csinálok mindent. Olivia is azt kérdezte, amikor találkoztunk az egyetemen, hogy miért kereskedelmi jogot tanulok. Ugyan nincs semmi baj. Világűrjog. Ennek mik jutnak az eszébe? Lenne 3000. Természetesen. Az ablakokat is megtisztította? Igen. Most már tudom, kivel akadtam össze. Ez abból él, hogy mindenkitől kölcsön ki. De tőlem egy fityinget sem lát többi. Ez volt az utolsó. Minden jó. Na szóval 5-tel tartozom. Csak 3000-re. Meg 2, amit most adsz kölcsön. Haragszom. Két csinár, simán. De ezt most én fizetem. Nem, én. Na, hogy nem hiszol, már megrendeltem. Két csinár. Szeretnék kezet mosni. Merre van itt a WC? Ott hátul balra. És mint mindenütt, hátul balra. Menj, fiacskán, nem kereszt széjjel. Az őrséget áll? Nem csak fogad. Hé, van bent valaki? Húzni kell, nem tolni. Foglal! És türelmet! És a folyópartra vittem holtokon. Roberto, a presszóban várlak. Azt hittem róla még.
Mondja maga, hány kiló? Ha? 184 magas vagyok. Akkor még kiszhatom 5 kilót, ugye? Felőlem. Maga hány kiló? Vagy egy mázsa. Dohányzik? Nem. Parancsoljon, uram, aki mit csinál? Köszönöm. Nem ismerjük egymást valahonnan? Nem hinném. Pedig azt hittem. De igen. Tudja honnan? Honnan? Onnan az automatától. Elfelejtem. Roberto! Lesi! Mi az, rosszul vagy? Nem, de... Jó lenne, ha igyekeznél egy kicsit, már sokan várnak. Itt van egy kegyelmes úr is. Nem tudok kinek. Ha mondd hangosabban, nem értem. Letört a kilincs, nem tudom kinni. Há? Egy barátom van benne, és nem tud kijönni. Segítsenek nekem. Hát nem ön, kegyelmes uram, maguk segítsenek. Ide figyelj, mi húzzuk, te nyomod jó erősen kifelé. Húzzák maguk. Egy, kettő, ha... Hát öregen nem nyomtad. Nyomja! Mi az Isten csinál? Miért nem kiabál? Még kiabálni sem mersztek itt, szerencsém. Kicsit félénk a barátom, kegyelmes uram. Hát próbálják meg úgy, hogy felváltva fogják majd az ajtót. Értem előbb. Mint kisfiú én is ilyen félénk voltam. Egy idei korrepetálásra jártam egy fiatal nőhöz. Róza Máltininek hívták. Máltini, nem Máltóni. Egy este benyúltam így a ruhája alá, mire rám nézett, de olyan szemekkel, hogy úgy elvörösödtem, mint a pipacs. Hát persze, kölyök korában az oroszlán is félénk. Elszedjük ezt a tatát. Gyerünk, nézd, hogy kilódik a szerencsétlen. Ne haragudj, ezt miért csinál? Ezen te szórakozik. Hát hogy, de mikor olyan mókásan erőlködik, nem? Azt akarod, hogy felvegyük? Na jó. Gyerünk, vér rabszolga! Engedd középre. A mozgás, papa. Tedd az ölébe a kosarát. Eladni viszi a tojásokat? Nem, most vettem. Milyen kezes öreg, és jó profilja van. Ne haragudjon, bácsi, de nem dobnál azt a szivar. Miért? Hiszen már úgyis elszívtam. Ja, hogy az még estig kitart. Cigarettája nincs. A cigaretta büdös. A fene, egye meg ezt az életet. Reggel óta egyszer se tudtam rágyújtani. Ha, itt van. Cigaretta kéne. Roberto, adj egy kis tüzet. Na, jobb a semmi. Gyorsabban nem tudnak menni. Annyira sietős? Hát, hogy ne volna az? Ezt nem lehet meggyújtani. Na, akkor rákapcsolom. Vigyázzon, tata, elveszítjük a kalapját. Most jól megyünk? Jó. Hallgassuk egy. Ha itt van, tedd fel. Hadd szórakozzék a derék földművelő. Biztos imádja modern zenét. Nagyon szeretem. Jó utat! Bianca. Állj meg egy kicsit, ki akarok szállni. Azt hiszem a szivartól. Mit csinálsz? Ki szállsz? Rosszul vagy? Na szállj ki. Ezek a diákok, ne? Nem akarod, hogy fogjam a fejed? Hadd nézek meg egy ilyen tojást. Ha nem bírja, minek autózik? Miért? Meg kirándulni volt kedve.
Itt nem állhatunk meg, tilos a parkolás. Látod, ezt már megbüntették. Megbüntették? Új, szegény feje. Így kell ezt csinálni. Ha mi autósok se segítenénk egymást. Na, jobban érzed magad? Ha, nem nagyon. Majd egy jó hallevestő rendbe jössz. Jövök azonnal. Ez az asztal jó lesz? Igen, igen. Egyedül van? Nem, jön a barátom is. Jó, kérem. Ezt is maga főzte. Itt mindent én csinálok, a salátát is. Micsoda már, társ, aranyat ér a kezem. Ne szentelenkedjen, na! Csak a keze. Menjen be és üljön le az asztalához. Kicsit bolondos, de nagyon kedves fiú. Tessék az étlap. Igen, köszönöm. Nyisd ki a szád. Miért? Hányszor mondjam, hogy bízzál Brunóba. Nyisd ki. Na látod. Szereted a hallevest? Nem. Na most már meg fogod enni, mert megrendeltem. Mondja csak, az a szép asszony ott a konyhában, az a mamája? Nem, az a tulajdonos. Jó, 50-es, de 20 éves, de játszik. Hát te, fekete szemű, jól érzed itt magad, mi? Csinos lányka, mi? Mondta, neked van barátnőd? Hogy? Nincs? Hát lenne egy lány. Az, aki ott veled szemben lakik, ugye? Honnan tudod? Ma reggel, amikor a házmesterné kijött az erkélyre, láttam, hogy valaki mást vártál. Milyen? Csinos? Igen. Legalábbis nekem. Á, csinos? Kár, hogy nem látom. Miért nem vetted le közelebbről? Mert titokban csináltam. Az ablakból. Mondd, és te még ezzel soha nem beszéltél? Egyetlen egyszer az egyetemen. Egyszer? Igazán nem tudlak megérteni. Hát, ha már bemutatkoztál, miért nem jársz vele? Hát, én nem köthetek le egy lányt, de előbb meg kell szereznem a diplomámat. Állást kell kapnom, és csak aztán... Ugyan, de hogy sétálgattok, beszélgettek, és néha együtt is alusztok, és ha nem tetszik, egy hónap múlva ott is hagyhatod. Hát, mi a fenének akarod már most lekötni magad? Úgy gondolkodol, mint a középkorban élnénk. Köszönöm. Ez igazán nem rossz, hm? Megpróbáljuk. Vá! Egyszer még beszélhettünk volna, de közbe jött valami. Hmm. Egy este a Szalária utcán mentem, hát tudod, ahol a lányok vannak? Na, hogy ne tudnám. Van közük egy barna olyan, fehér tincsel, arra bukom. Ajda, 3000. Amikor megálltam, illetve amikor megállítottak, és mondtam, hogy egy vasam sincs. Mit gondolsz, ki állt mögötte? Na, ki állt mögötte? Ő, Valéria, a testvérével. Hát? És aztán? Hogyan? Na, és aztán? Hogy aztán? Hát meglátott. Na most az a baj, hogy megtudta, hogy nincs pénzed. Ne arra, hogy ez igazán semmi. Ja, egészen mást vártam. De még megérteném, ha akkor rájöttél volna, hogy Valériának valami mellékfoglalkozása is van. Például... Legyél finom. Egyszer én is tengerre szállok. Jó napot! Egy kortyocskát? Nem kérnek. Átiltva van. Melyik rendből vannak, nővérke? A Tartinikói Szent Rozália leányai vagyunk. Még soha nem hallottam ilyen rendről. Te már hallottál róluk valamit? Tiszteletem, nővérkék. Csókolom a kezüket. Aranyosak. Hát, csak tréfálok. De szórakoztatnak. Szeretek velük elbeszélgetni. Tudod, hogy férfi rájuk néz, vagy egy kicsit szóba áll velük, az már nekik esemény, az már kaland. Este elmesélik a többieknek. Nagyon hálás népség. Na, egyé. Te malac. Talkumot! Talkumot! Ugyan, hagyd! Nem de, hogy nem, az rögtön kiveszi, különben megmarad a fold. Na, mutasd. Na, nézd oda, mi kombinéja is van, csuda figura vagy. Na, jön már az a talkum. Adja ide. Meglátod, ez rögtön kiveszi. Mondja csak, ez fogadó, ugye? Igen. Szeretnék lepihenni. Jó, szólok a főnök asszony. Jó, van, gyönyörűm.
Tudod, mit csinálok? Elmegyek a szobába, rendelek egy üveg ásványvizet, ő felhozza, fél óra múlva indulunk. Na, rendben van. Sőt, te is felmehetnél, ha én lejöttem. Nincs kedved? Nem. Nem, nem. Bocsánat, asszonyom, szeretnék valamit kérdezni. Beszélj csak. A barátom az a magas. Jó, az a kedves fiú, felment aludni. Kérem, mondja meg neki, hogy elmentem, meglátogatom magát, itt laknak a közelben. Értem, és várja meg magát, nem, ugye? Nem, köszönöm, majd velük megyek vissza Rómába. Viszontlátásra. Megmondom, jó utat, viszontlátásra. Rómába mennyi? 400. Persze. Ne menjenek! Elhozták a bőröndömet! Mi történt? Csak egy pillanatra tettem le! Milyen volt az a bőrönd? Párna, spárgával átküld! Nézze, itt van egy bőrönd, nem ez volt! Engedjen már, hova viszi a bőröndömet? Ez az enyém! Elhozták! Kérem, jöjjön el velem a bőröndömet! Várjanak, én láttam egy férfit egy átkötött bőrönddel! Dehogy kérem, ez tévedés, az csak egy ilyen kis zöld csomag volt, nem egy bőrönd! Szórakozott gyerek, ez ne is Che vai in piccola le testimonianze? Vuoi passare il Ferragosto al commissariato? Senti un po', la padrona della locanda mi ha detto dei parenti tuoi. Ma non... Mirna vatta a me. Elvis la coda. Ova. Grossetto mele. E negli d'ora. E che alvegre mondano non mi accorgo sabadulli tőle. Roberto, te meg akartál lógni előlem. Ezért tetted. Én? Ugyan. Azt hittem, ha nála nőnél maradsz. Én meg elmentem volna az autóbusszal, különben sem akartalak zavarni. Engem zavarni? Nézd, öregem. Néha nehezen lehet engem megérteni, mert zárkózott ember vagyok. De annak ellenére, hogy pár órája ismerlek, amikor megtudtam, hogy elmentél, a rosszul esett. Te nehogy most azt hitt, hogy én a fiúkat is szeretem. Te mafla. Különben se vagy az esetem. Baj van a gyertyákkal, majd behozzuk ezt az időt az úton. Na, ugorj! És hogy boldogultál a lányjal? Sehogy, nem sikerült. Alig, hogy hozzányúltam, elkezdett karmolni, ordítozni. Szóval nem sikerült, de ez van. Az öreg lány szerezte. Nem hittem volna, hogy egy ilyen ember ne tudjon meghódítani egy szobalányt. Éppen ezekkel a legnehezebb. Az úrinőkkel könnyen megy, de az ilyenek... De biztos vagyok benne, ha te mentél volna fel, sikerül. De igen, mit szeretett? Észrevettem már, amikor ettünk. A legjobb falatokat neked adta. Ünnepeket! Majd meglátod, milyen rozog a öreg ház. 10 éves koromig minden nyarat ott töltöttem. Előbb körbeszaladtam az épületet, aztán Mikéle bácsi megmutatta nekem a csikót, amit a húsvéti vásáron vett. Még szereted ezt a Mikéle bácsit? Igen, de akkoriban apámnál is jobban. Nagyon jó képű volt, magas, mindig vidám, mindenki szerette. Erika nénén imádta, nagyon jól éltek. Nézd, hogy kiöltöztek ezek. Kaprinadrág és skandálemeltartó. Akkoriban kibe voltál szerelmes, halljam? Senkibe, miért? Abban a korban mindenki szerelmes. Talán én is szerelmes voltam Lídia nénémbe. 20 éves volt akkor. És a nagynénét tudott erről? Egyszer az történt, hogy a kertben ült, újatlan ruhában,
És én csak úgy hirtelen... Rávetetted magad, eh? Na, megint be akartál csapni. Ne. Azt mondtam, Lídia néni, én téged feleségül veszlek. Oh, már akkor is ez volt a rögeszmét. Te már akkor is nősülni akartál. Őrült vagy. Ő nevetni kezdett. Én elszaladtam és hiába hívott vissza. Szégyeltem magam, vacsoráig erőse jöttem. Egy olyan ládába bújtam pokrócok közé. Napokig naftalin szagom volt. Oda néz, az az a ház. Ott fel. Ne dudálj! Ne dudálj, mert biztosan szik az egész ház. Na és aztán! Bruno, hagyd abba! Ez igen! De jó lenne itt élni. Ha én itt laknék, többé ki sem mozdulnék innen. Fiatal úr! De rég láttam, hogy van? Köszönöm kérdését. És a fiatal úr hogy van? Jól vagyok. Igazán örülök. Ez itt Okio Fino. Jól napot kívánok. Micsoda meglepetés lesz. Már megyek is és szólok nekik. Biztos nagyon fognak örülni. Enrik asszony, Mikéle úr! Ha tudnád, hányszor tartott a karjaiban? Azt elhiszem. Valusi buzit még úgyse láttam. Mit beszélsz? Lehet, hogy nem tudtad. Csak nézd rá. Egyébként mit gondolsz, miért hívják Okio Finónak? Csak úgy, ez a beceneve. De miért éppen Okio Fino? Fordítsd meg, Finocchio, más szóval buzi. Roberto! Mikéle bácsi! Vigyázz, fiam! Micsoda meglepetés! Enrika néni! Úgy örülök, hogy eljöttél, fiam. Bemutatom a Otto egy év. Enchanté, asszonyom. Nagyon örvendek. Tessék csak bejött fáradni. Köszönjük, ezek itt micsoda? Lefolyók, most készültek. Á, csatornára! Jöjjön, csak jöjjön! Ilyen csodás, hó, fekete hajna, spanyol beütés, ugye? Hová valósul? Barcelonai. Pontosabban a mamám oda. Igen, valós. Ott ismerkedtem meg, hogy a mama félrelépett egy toreátorral. Mindjárt gondoltam. Ez jó, ugye? De szépek ezek a régi bútorok. Gyere csak. Mi az? Az a Montefumaiolo. Tényleg? A Fumaiolo engem annyira érdekel, mint az etruszk sírok. Te mondd öregem, ez a Mikéle bácsi, nem gyagya egy kicsit. Gyönyörű terem! Mert igazán Roberto írhattál volna néhány sort annyira. Nem szép az apád, Roberto. Még mindig olyan zsarnok, mi? Ő már ilyen van. Hát igen. Pedig nem ilyen volt ő régen, fiatal korában, nem, nem. Mikor gyerekkorodban megérkeztél, az első dolgod az volt, hogy berohangáltad a szobákat. Emlékszel, Roberto? Már nekem is elmesélte. Na, eredj, járd körbe a szobákat. Na, eredj. Mozgás. Nem, nem. Nagyon rendes, jó fiú. Na jöjjön, doktor, átmegyünk a szalomba. Kérem boldogan, gyönyörű dolgaik vannak, hozományokat a feleségem, ugye? Otto Centóbeli, nem eladó, na gondoltam, család örökség. De talán ha jól megfizetni. Nem, 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 nem. Lidia néni. Roberto, már láttalak az ablakból. Jaj, mennyire megnőttél. Kész fiatalember lettél, és milyen csinos, jóképű fiatalember. Te is jól nézel ki, Lídia néni. Megyek kicsit, körbejárom a házat. Menj majd, később beszélgetünk. Ciao. Mindjárt jövök. Jól van. Már nem is használják. Itt aludtunk Alfredo unokatestvéremmel. Ő volt az idősebb, de mindig engem küldött előre villanygyújtani. Itt aludt Lídia néni. Nagyobb volt minden gyerekkoromban. A folyosók, a szobák, a lépcsők. Ha,
Vele szemben lakik, Valériának hívják, és képzeljék, micsoda pek. Rajta kapta, amikor éppen alkudozott. 1500, nem? 2000. Ajda, érts meg! Ajdának hívják. Mikéle bácsi, micsoda nő. Ezt majd később már mesélem. Gyönyörű fehér tincsel. Gyere csak, gyere csak. Éppen azt mesélem, amikor a mennyasszonyod rajta kapott azzal a két nővel. Én nem vagyok vőlegény. Nem, hogy nem vőlegény. A lány még nem is kérlek, csak igaza van. Hogy? Nekem sose engedte, hogy hozzájönjön. Miért, de az óra hangja. Bruno megállítja, és neki azt mondja, hogy igaza van. De ezzel már gyerekkorom. Úgy látszik, hogy igen, van. Én nagyon szép darab. A kötünk egy üzletet, Mikéle? 50 ezeret adok érte. Nem, hát többre spekulál. Nem. 60 ezeret adok érte? Tudja, mit inkább ajándékba adom. De ugyan te. Ajándékba adjál tőlem. Mintha ő lenne az unokaöccse, és én az idegen. Nem, a férjem nem dohányzik. Hogy nem dohányzik? Az orvos pedig. Néha azért rágyul. Ha meg ünnepél van. Ünnepél. Igaz, hogy gyújtsa csak a sajátodból. Nem, szétszalak. Ó, öreg óhányú, csak be kellett túlnia érte. Itt a kedves okiófinónk, mindig szorgos és takaros, mint egy derékázi asszony. Mikéle bácsi, ez az okiófinó. Na látod, Roberto, azt mondta, hogy nem, én egyből láttam. Tarquiniában van az irodám a város központjában. Annyi a munkám, amennyit csak akarok, a sóbányák miatt. Hallottál róla, milyen gyönyörű védőbeszédet tartott? Nem hallottam. A fasiszta vádlottakat védte, mi is meg... A minap beszélgettünk róla Luizitával. Tudod, helyes, hogy a jogot választottad. Megszerzed a diplomát, és azt teszed, amit én. Az ügyvédi vizsga után irodát nyitsz Vietiben, sütyulsz a világra. Nem így van? És néhány év múlva egy olyan 1500-as fiátod lesz, mint nekem. Aztán találsz egy olyan jó kis feleséget, mint az én Luisita. Az már túl sok is lenne. Csak nem azok jön, ha nevet, még kiszúrom a szemét. Hagyja abba! Csak szép, elég lesz már! Van még egy ecset vonás, így ne. Na, gyerünk tovább. Rómában parókát hordanak a nők, hogy ilyen hosszú hajam legyen. Magának szép, természetes haja van is feltűz. Így nem lesz. Ez igazán nagy bűn. Itt nem úgy van, mint Rómában. Mint a seje. És micsoda illata. Így nem lehet járni. Mit szólnának az emberek? Te, papa, nem tudsz bánni a parasztokkal. Ha én nem tartanám szigorúan kordában azt a néhány béresedet, bizony azok még a szemedet is kilopnák. Nagyon elszemtelenedtek mostanában a parasztok. Minél többet engedsz, annál többet követelnek. Keményen, következetesen kell bánni velük, akkor nem követelőznek. Úgy van, Alfredo bátyád nagy demokrata. Emlékszel, Luizitám, mondtál Di Castro-ra? Igen. Tudod, ahol egyszer nagy gyűlést tartottam. Éppen a jelenlegi középbaloldali kormány ingatag politikájáról beszéltem. Feltártam előttük a nagybirtokosok problémáit, mennyivel bátrabb volt ebben is a régi fasiszta párt. Amely nem csak azzal törődött, hogy újabb és újabb területeket mutatott meg a Roberto földművelés kiterjesztésére, hanem csak arra is... Alfredo nem Mikéle bácsi fia, megerősítse az öröklött, hanem az intézői. Nagy történelmi hagyományaink szerint a földek mindenkor egy kiválasztott művelkedési olasztárkodat. Nézd meg őket, teljesen egyformák. Nevetnem kell, amikor egyenjogúságról papolnak. Nagyon jól tudjuk, hogy mibe került az államnak, vagy ugyanaz az alkat. Szemölök, nézd csak! Figyeld meg, a kezük is tök egyforma. Mi lett az eredménye? A városok előzőzése, belső népvándorlás, az általános zűrzavar és természetesen... Látod, Enrika nénid valóban imádta az öreget. De ágyba azért az intézővel bújt. Na ne haragudj, öregem. Ma természetesen tönkrementek. Én mindezt elmondtam azon a gyűlésen, de csak pusztába fiátott szó volt az egész, mert manapság süketek az emberek az okos, józan ember szavára. Hát zongora is van. Enrika néni az intézővel. Igen, igaza van Brunónak. És talán Mikéle bácsi is tudja. Lehet, hogy már akkor is tudta. Drága Mikéle bácsi, milyen büszkén mutatta mindig a vásáron vett csikót. Alfredo, ha ügyes leszek, én is elérhetem mindazt, amit ő, az 1500-ast. És a jó kis feleséget, aki mindenre bólogat és alig beszél, mert a beszéd a férfi dolga. Sajnos félbe kell szakítanom ezt a szép családi összejövetelt, mert késő van. Gyerünk, Roberto, ne bambulj, gyerünk!
Azt mondtad, szeretnél mindig itt élni. Igen, de már 3 órája itt vagyunk. Nem, ő tanul nekem, meg randevúban. Nagyon örülök, viszont látásra, viszont lát, ehet, keresztbe nyúlkál, kedves rokon, Enrika néni. Én kicsérem. Nem, teljesen felesleges, minek fáradnak. Látod, Robert, az intéző is a családdal tart. Maga ugye Rómában él, milyen Sofia Loren? Loren, vele is úgy vagyok, mint az Etrusz sírokkal, meg a fumájóval. Nem, legközelebb elmagyarázom. Az óráim majd elküldök valakit. Csak a szállítás az én dolgom. Puszi, Enrika néni. Ciao, Alfredo, vigyázz a parasztokra, nehogy meg. Roberto, hát el se búcsúzott. Csáó, Enrika néni. Vigyázz, nehogy hasra esél. Hű, ha még 5 percet maradtam volna ebben a kriptában, biztos felrobbanok. Hogy lehet itt élni? Őrület. Csak Roberto, ugye jobb lett volna, ha nem jövök el a rokonaidhoz. Nem, miért gondolod? Mindig hamisak az emlékeink a gyerekkorunkról. Tudod, miért hiszük azt, hogy az volt a legszebb korunk? Mert régen volt és elfelejtettük. Mi van ott? Nézd csak! Tulat a falu. Twist medve módra. Nézd ezt a szemüveges lányt. Az a kalapos parasztcsek kutya legalább 8 órát kapált ma. Jól van, öregem. Amikor nevetsz, még jobban tetszel. Egyáltalán nem illik hozzád, ha szomorú vagy. Tudod, melyik a legszebb kor? Majd megmondom neked. Mindig az a kor, amelyikben élsz. Ameddig fel nem fordulsz. Tudod, Bruno, Rietiben és Rómában vannak barátaim, ismerőseim. De néha egy idegen engem jobban meg tud érteni, mint valaki, akit már régen ismerek. Na, akkor hallgass az idegenre. Hogy is hívják azt a lányt, aki ott veled szemben lakik? Valéria. Amikor hazajön a nyaralásból, állítsd meg azt a lányt, és beszélj vele okosan. Megértetted? És ne légy hülye, mert az én koromra olyan egyedül maradsz, mint egy kivert kutya. Megállom egy percre. Pisilnem kell. Nekem se volt soha egy igazi barátom. Maga mit csinál itt? De azért megijedtél, mi? Holnap után este rakétába szállok, és megnézem, milyenek a holdbéli lányok. Na ide figyelj! Most te mondd meg, Róma vagy Castiglioncello? Tudod jól, hogy Róma. De késő éjszaka lesz, mire Rómába érünk. Castiglioncello egy köpésre van. Elmegyünk a barátaimhoz. Eszünk, lepihenünk, és reggelre Rómában vagyunk. Azt mondtad, hogy én döntsek. Igen, de arra számítottam, hogy észszerűen döntesz. És mi az észszerű? Az, amit én mondok. Akkor határozd te. Már határoztam, nem vetted észre? Tavaly a Braccon összeakadtam egy torinói nővel. Üstölgött a hűtője. Felajánlottam, hogy elviszem egy vödör vízért. Benszállt, csipogott erről arról, amíg odaértünk egy motelhez. Aztán bemertük, és visszajött, egy szobát kértünk. Nézd ezeket a hülyéket, nem adnak utat. Mit ugrálsz ezzel a 600-assal? Részeg lehet. Marha. Dögölj meg! Épos!
lasciate rompere! Maledetti, virati! Questi figli d'un cane, hai visto come stanno stretti? Attento, papà, rientri! Lungo, quando passa Bruno, dai e strada! Andate a cercare! Appaiali! Se li iappoli non, papà! Ma campano mia tanto, già! Bei posti, eh? Lo senti l'odore del mare? I pini? Io l'ho mindig itt érni. De pa... Gúnyolódsz velem, ügyvéd úr? De azért mi jól megvagyunk egymással, ugye? Majd Rómában bemutatlak a mamának, és sokat leszünk együtt, jó? A kormorán, az mi? Az egy madár. Víz alá bukik, és úgy kapja el a halat. Zsupsz. Igazán? Hogy dögölne meg mind. De az már biztos, hogy itt jó halat kapunk. Gyerünk, eszünk egy prima hallevet. Hé, hey, Cortona, hát maga mit keresi? Á, jó estét kívánok, tanácsos. De hát magára Calabriába kellene lennie. Hát igen, de közbe jött valami. Közbe jött valami, magukkal, rómaiakkal, inkább akármit csinálja az ember, csak üzletet ne kezdjön. Hát nem erről van szó, tanácsos úr, majd mindent tisztázok. Menjünk be ide a kormoránba, és pillanatok alatt megmagyarázom. Bocsánat, rögtön jövök. De ne haragudj, Roberto, ez a pasas Varézéből van. Itt előleget adott egy bizonyos üzletre, és eltűntem. Lerázom őt 10 perc alatt. Várj itt meg, vagy gyere be vacsorázni. Nem, Bruno, visszamegyek Rómába. Rómába? Hogyan? Biztos van itt valami. Vonat ilyenkor? Hát talán még van egy utolsó. Nézd, Roberto, tedd, ahogy akar. Ha nem utazol el, gyere csak vissza, itt bent leszek. Különben majd Rómában felhívlak. Viszlát, ne haragudj, kösz, hogy velem jöttél. Már itt is vagyok, tanácsos. Idehozott a világ végére, és most faképnél hagy. Esetleg jöjjek vissza vacsorázni. Köszönöm a meghívást. És még azt mondja, hogy jól megvagyunk egymással. Bocsánat, merre van itt az állomás? Erre kimegy, rátér egy széles útra, és annak a végén. Köszönöm. Legalábbis tegnap délután. Nem tudnám megmondani. Mondja, kérem, hova megy ez a vonat? Ez egy vicinális, Pízába megy. És Rómába mikor megy vonat? Majd reggel 5 óra 7 perckor. Köszönöm. Ez Valéria. Hát ő nincs Viareggióban. Valéria! Valéria! Gratulálok. De ez a trükk olyan régi, mint az ország. Nem, nem, bocsásson meg, ez nem trükk, de tudja, annyira hasonlít egy lányra. Meg lehet. Maga is vonatra vár? Hová utazik? Vagy vár valakit? A vőlegényemet vártam, de nem jött meg. Én Rómába akartam menni, de sajnos csak reggel indul a vonatom. Véletlenül kerültem ide. Nem sokára itt vannak a vizsgák, és nekem addig meg kell tanulnom a kereskedelmi jogot. Hogy majd én is olyan legyek, mint Alfredo. Mire gondolsz? Semmire. Szép este van. A családoddal vagy itt? Igen. Minden évben ide jövünk. Jövőre is ide jöttök? Hát, azt hiszem, igen. És hol élsz? Ugyan miért érdekel ez téged? Tudom, hogy holnap már semmire sem fogsz emlékezni. Torinói vagyok. Te is? Hogyhogy? Sok lányt ismersz Torinóból? Dehogy. Van ott egy ismerősöm. Szerelmes beléd? Nem, nem. Egy lány, akivel tavaly ismerkedtem meg a brákon. Elkezdett füstölögni a hűtője. És te azzal az ürüggyel, hogy segítesz. Ugyan. Miért van az, hogy minden lány rögtön arra gondol? Segítettem. Segítettem, és kész. Nem is volt semmi ürügy. De szerintetek minden csak az ágyban végződhet? Így nem lehet, ahogy mi most ketten üldögélünk, beszélgetünk. Persze, így is kellemes. Clara! Gino! Hát te mit csinálsz ott? Bocsáss meg, a fivérem. Félig meddig megbeszéltük, de elfeledkeztem róla. Ciao. Ciao. A fivéred. Quando lo con il twist, con le gambe ad angolo, con le gambe ad angolo, ballo il twist. Sarà perché io dondolo, saranno gli occhi tuoi che brilla, ma vedo mille mille.
mille mille lucciole, venirmi contro insieme, insieme a te. Guarda come dondolo, guarda come dondolo, dondolo con il twist. Con le gambe ad angolo, con le gambe ad angolo, ballo il twist. Le ginocchia scendono, le mie gambe tremano, forse sono brividi, brividi d'amore. Guarda come dondolo, guarda come dondolo con il twist. Con le gambe ad angolo, con le gambe ad angolo, ballo il twist. Ne, le pesce alcoto, ne vaglio. És azt ismerik a két néger, akik Párizsba mentek? Nem is ismerem őket. Mit mondjak, hogy Bruno barátja vagyok, és üljek le az asztalukhoz? Inkább megállok itt, és várok. Itt jó lesz, uram? Csak egy barátomra várok. Köszönöm, kérem, ide ülök. Itt egy vacsoráért még 20 000 lírát is elkérnek. És ez volt a felesége. Per un attimo, solo per un attimo, ti vorrei. Igaza van a férjemnek. Azt mondta, hogy maga megbízhatatlan. Ezt mondta rólam a tanácsos úr. De üzleti ügyekre gondolt. Szörnyen nyugtalan maga miatt. És maga? Mire érti? Arra, ahogyan táncol. Maga jobban szorít, mint egy fűző. Ne arra, ugyan. Igazán nem akar. Nem szemrehányásként mondtam. Ellenkezőleg. Fizes és a tiéd. Ez az éjjel. Minden a pénzem. Mi? Figyelmeztetem, ha nagyon szorít, felizgulok. Én semmiképpen sem szeretném a tanácsos urat is felizgatni. Maga is mindig csak az üzlettel foglalkozik. Nem, igyekszem mással is. Ugye, a vízlapban volt, bizony! Én figyelmeztettem. Hogy nem, majd kidobom a pénzt az ablakon. Nem vagyok hülye. Mi forró. Nyakamat ne csiklandozza, azt nem bírom. Ne haragudjon rám. Hogy tudnék haragudni? Gyermekkorom óta. Ó, a szegény gyermek. Mit fogadok? Ezt még senki sem mondta nekem. De annál többen érezték, mi? Így vál, metes tigris fogok. Tűnjünk el valahová. Ó, maga kis malat. Ott van, nézd! Itt vagy, te szemét! Csak hogy megtaláltuk! Kik maguk? Mit akarnak? Ugye te vagy az Aurelia sporttal? Na és? Csak azért, hogy megelőzz a fiamat, majd nem leszorítottál az útról. És ki írta elő, hogy a fiát nem lehet megelőzni? Hogy hát, megmutattam neked! El a kezekkel és örüljön, hogy ilyen öreg! Menjen lefeküdni! Kinek mondtad azt, hogy öreg? Tűnjön el innen, mert olyan adok, hogy úgy fogják összefadalazni! Mit akarnak, hogy te vagy?
verekedni akartok? Az anyátok isteni! Majd most ellátom a bajodat! Hagyd el már abba, mit akarnak még? Mi történik? Gianna! Mit csinálsz, Gianna, gyere? Jól fizetek! Maradj már, nyugtól, hagyd már abba! Dögöljetek meg mind egy rakásra! Engedj már el, hallott? Engedj el, meg akarsz menteni. Ha jól van, csak segíteni akarok. Elintézem én, nyomorult patkány. Verekedni akar egy ilyen kis bitugrász. Micsoda fél elnézést, tanácsos úr. Két őrült volt, nem is ismerem őket. Elmennek? Csána. Viszontlátásra, tanácsos úr. Tiszteletem, asszonyom. Micsoda leveletlenség, nem is köszönnek. De én tehetnék róla. Egyen fütyülök rá. Gyere, ülj le. Nézd, még a cigarettáját is itt felejtette. Hülye állat. Mit ettek ezek? Karamella krémet? Fúj, de undorító. Ja, kösz, nagyon rendes voltál. Á, tudod, előbb is közbe léptem volna, de féltem. Megértem, fenevadak voltak ezek. Az istenit. Pedig annál a főkenőnél, annál bevágódtam. Nyomorult gazemberek. Hogy ne előzzek meg egy 600-ast. Egy Aurélia sporttal, hallottál már ilyet? Főúr, egy üveg viszkit. Mennyi pénzed maradt? Amikor eljöttünk, 35 000 lirám volt. Na jó, akkor fizesd, de juttasd eszembe azt az 5000-et is, amit reggel. Ugyan, hagyd már. Dehogy nem, megadom. Gyere, ezt addig is megisszuk. Fő a higiénia. Így áll. Nem kérek. Mi az, udvariaskodsz? Így áll csak. Egy 600-as, egy Auréliával. Nem rossz. Fékezz! Egyenesen! Egyenesen! Jól van, ezt megúsztad. Vigyázz, arról is jön egy fa. Itt befordulunk. Falra. Vigyázz, előbb fékezz! Te leittad magad, te! Vigyázz, fékezz már! Fékezz! Alaposan berúgtál, édes öregem. Na, vedd le magadról azt az állartot. Dobd be oda a kocsiba. Én nem is vagyok részeg. Te vagy az. Jó, én vagyok az, de most maradj csöndben és viselkedj rendesen. Hát itt egy lélek sincs. Vannak itt, nyugodt lehetsz, csak a rendes emberek ilyenkor már alszanak. Tudod is, hogy mit csinálnak a rendes emberek. Na látod, hogy itt, gyere. Hagyd abba a vihogást, maradj csöndben. 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 Szépen, barátom. Mibe vagy tágtorgó? Na most már hagyd abba a nevet. Engem itt ismernek, szedd össze magad. Menj egyenesen. Ciao, Gianna. Aludtál? Persze. Bocsáss meg, bemutatom a barátomat. Mutatkozz be, a feleségem. Roberto Mariani. Örvendek. Most mit nevetsz? Vedd már le ezt az állatot. El se hinnéd, milyen komoly ember ez, ügyvéd. Látom. Erőhög. Csak erre jártunk, és mondtam a barátomnak, hogy beugrunk egy pillanatra. Értem, azonnal rendbe hozom a szobát. Ne fáradj, te már foglaltunk szobát a szállodában. Hagyd már abban a röhögést. Jó szégyenbe hoztam, öregem, olyan vagy, mint egy gyerek. De bocsáss meg a zavarásért, Gianna, ne haragudj. Na, mit szólsz hozzá? Nem is rossz, ugye? Láttad volna egy pár évvel ezelőtt. Gianna, lophatok tőled egy korty viszkit? Maradj nyugton, nem, nem, adjál csak. Most már megszoktam. Bruno! Tényleg a feleséged? Persze, hogy az, nem hiszem. De miért csak most mondtad meg? Nem kérdezted. 20 éves voltam. Amikor meglett a baj. Azonnal megesküdtünk. És aztán? Rajta Cortón, ahol mondja el a teljes igazságot. Semmi különös. Ott hagyott.
Ő akkor azt mondta, nem illünk össze. Szerintem féltékeny lett. És nem is egy nőre. A Csizitáliára. Azt mondta, szerelmes lettem egy kocsiba. És igaza volt? Valószínűleg. Micsoda kocsi volt az. De azért nagyon jó barátok maradtunk. Hát el is hiszem, havi 50 000 lirát kap tőlem. Ugyan most már 5 éve nem jelentkeztem. Nem. Nincs rám szüksége. Ügyes. Egyszer küldött 600 000 lirát, hogy adjam át valakinek, hogy elválasszanak. De én nem adtam át. De rosszul esett volna, ha végleg felbontják ezt a köteléket. És a 600 000 lira? Ne? Én 600 000 lirát megtartottad? Igen. Bravo! Jól tetted! Hidd az öregem, nagyon talpra esett ügyes asszony. Mindig megállt a lábán. Pízában dolgozik, a reklám szakmában. De a nyarat mindig itt töltik. Mondd csak, Gianna, hol van a gyerek? A gyerek? A gyerek nincs itthon. Nincs itthon? Hát hol van? Elment. Elment? Ezt nem értem. Éjjel egykor nincs itthon, és ezt ilyen nyugodtan mondod? Na hát majd én beszélek vele. Az apja vagyok, tehát jogom és kötelessége. Értem. Na jó, megfürödhetek? Olyan vagyok, mint egy disznó. Látod, hogy nézek ki, de meg se kérdezed, hogy mi történt. Nincs ebben semmi különös. Sőt, javul a helyzet. 5 évvel ezelőtt törött lábbal és síruhában állítottál be. Na, megyek. Most meg itt hagy egyedül ezzel a nővel. Ez haragszik a férjére, tehát rám is. Mit csináljak? Azt mondom, hogy nem akarok zavarni, és elmegyek. Üljön le. Már régóta ismerik egymást? Nem. Csak egy napja ismerem. Akkor jól ismeri. Ő pontosan olyan, amilyennek először látjuk. Amikor megismertem, tengerésztiszti egyenruhát viselt. Bruno? Tengerészeknél tiszt volt? Nem. De tetszett neki az egyenruha, is felvette. Nagy kár, hogy maga meg Bruno nem... Inkább meghalnék, mint hogy együtt éljek vele. Olyasmit érzek iránt, mint egy anya érezhet a fia iránt, akit szerencsétlennek tart. Oh, miért mondja ezt? Brunót én egyáltalán nem tartom szerencsétlennek. Ez nézőpont kérdése. Megjött Lili. Ez ő lesz. Maradj csak, Gianna. Ne mozdulj. Majd én fogadom a kisasszonyt. Beszélni akarok vele. És a fiatal úrhoz is lesz majd egy-két szavam. Remek voltál, de remélem utoljára hajtottál 180-nal. Ciao, Bruno, hát te hogy kerülsz ide? Ciao, mama. Ciao, Lili. Gyere már ide. Jó estét. Hadd nézzelek meg. De megváltoztál. Köszönöm. Ez te vagy? Előbb-utóbb mindenki felnő. Jó estét. Jó estét. Megengedi? Bocsánat, az apja vagyok. Danilo Borelli. Nagyon örvendek. A barátja? Aha. Roberto Mariani. Örvendek. Mariani? Nem, ilyet nem ismerek. Rómaiak, ugye? Aha. Oda nem járok szívesen, mert én ugyanis Rómát egyáltalán nem szeretem. Sem az éghajlatát, sem a szellemét. Bárhova megy az ember, mindenütt ugyanaz marad, ami volt. A firenzei firenzei, a genovai genovai, de ha 3 napra Rómába megy, mindjárt római lesz. Na és akkor... Hol jártatok ma este? Gyönyörű utat tettünk. Punta Ala, Cena, Livorno, Via Reggio, Forte dei Marmi. Ez igen. Egy este ennyit. Biztos Taormináig akartak menni, csak nem bírták szusszal. Ilyenek a rómaiak. Mindig gúnyolódnak, a kákán is csomót keresnek, ahogy mondani szokás. Ó, azért mi sem vagyunk olyan szentek, zavarjuk egy tisztes család éjszakai pihenését. Asszonyom, Cortona úr, jó éjszakát. Jó éjszakát. Ciao, Lili. Ki kísérlek, Bibi? Bibi? Az unoka hol van? Otthon?
Miféle unoka? Miért nem ő kísért haza téged? Miért a nagypapa jött el helyette? Lehet, hogy a barátodnak tetszik az ilyen olcsó szellemeskedés, de nekem nem. Nem, nézd, én csak... Hát persze, ha egy kis humorérzéked is lenne, akkor nem járnál egy ilyen pasassal. Nem? Ha éppen érdekel, ez egy nagyon rendes ember. Sokat küzdött, amíg biztos egzisztenciát teremtett magának. És most mindene megvan, hogy boldoggá tegyen egy nőt. Ha eltekintünk attól, hogy te még nem vagy nő, hanem egy kislány, nem? És hogy ennek akkora lánya lehet, aki az apádhoz illik? Ne reménykedj. Ő a glegény. Bocsásson meg, asszonyom, összeszedem. Hagyja csak, ne fáradjon. Hát azt akarod velem elítetni, hogy szerelmes vagy ebbe a roncsba? Nevetni fogsz. Többre becsülöm, mint a korombeli fiúkat, akik felületesek, ostobák és nagyképűek. Csak azt tudnám, hogy mire. És ahova nézek, csak tönkrement szerelmi házasságokat látok. Túl sok példa van erre. Bibi januárban Amerikába megy, és engem is magával visz. Ő ott fog dolgozni, beirat az egyetemre, és elvégzem a vegyészetet. És az ő gyárában fogom majd a laboratóriumot vezetni. Ez igen. Szép kis program. Mit csinálsz? Dohányzol is? És te megengeded? Igen, miért? Na, hát semmi, hát ha neked így megfelel, csak folytassátok, majd meglátjuk, mi lesz a vége. Nagyon megtisztelnél a jelenléteddel bennünket. Karácsonykor esküszünk. Karácsonykor? Ha még megéri. Hiszen ez egy aggasztján. Szavamra mondom, kész őrület. Még Indiába se engedélyeznének egy ilyen házasságot. Rómát nem szereti, az éghajlatát, de főleg a szellemi, a pofátlan alak. Hogy is hívják? Bibi. Megvágta magát? Nem, nem, semmi az egész. Szerintem derék ember ez a Bibi úr. Igen, aki egy 15 éves lány után jár. Ez egy állat, nem ember. És neked egy szavad sincs ehhez? Még mindig jobb hozzá menni egy aggasztjához, mint egy 20 éveshez. Én lefekszem, jó éjszakát. Bibi? Mi ez, egy pincsi kutya? Szabad. Bejöhetek egy percre? Szükséged van valamire? Nem, 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 semmire. Nem tudok aludni. Aggódom Lili miatt. 5 évenként te is kibírsz egy kis álmatlanságot. Igen. De sokkal gyakrabban gondolok rátok. Igazán. Komolyan mondod? Mondd csak, te mondtad neki, hogy ne szólítson papának. Én? Miért mondtam volna? Engem is Giannának hív, pedig én többet vagyok vele. Furcsa. De bizalmas veled. Elmond neked mindent? Mondjuk arról beszélt már, hogy... történt-e valami... Igen, ezek... Én nem beszél. De én mindent tudok róla. Hiszen az anyja vagyok. Hát igen, ez mindig az anyára tartozik. És te, Gianna, még mindig egyedül élsz? Meg vagyok így, és nincs szükségem senkire. Na persze, de hát egyébként fiatal vagy, szép vagy. A jogod van az élethez. 15 év telt el azóta, hogy utoljára emlékszem. Na nem is tudom, talán ez a köpeny, ami rajtad volt, a te illatod. No, Gianna, igazán én olyan szerencsétlen vagyok. De mit is akartam? Ja, nincs véletlen egy cigarettád? Hát, olyan feledéken vagyok. Bocsánat, bocsáss meg, Gianna. Jó éjszakát. Majd holnap mindent megbeszélünk, jó? Ciao. Roberto. Hé, ébredj, kelj fel! Miért keljek fel? Na, mozog már! Elmegyünk. Miért? Csak. Elmegyünk. Itt nem lehet aludni. A füllett itt a levegő. De nem is annyira emiatt. Tudod, hogy külön élek a feleségemtől. Igen. Ha kiderül, hogy itt aludtam, kellemetlensége lehet a házasság felbontása. Na, gyerünk, siessünk! Jó, én álmos vagyok.
Azt hiszem, jó lett volna, ha lett volna egy olyan öcsém, mint te. De ma éjjel veszekedtünk volna. Van egy zsidó közmondás. A nagyanyámtól hallottam. Hogy is van? Aha! A nő iránti szerelem elfogy, mint a teli hold, a testvér iránti szeretet örök, mint a csillagok. Jó, mi? Na és Káin? Káin? Mi közehez Káinnak? Az egy bűnöző volt. Na, itt van, fogd. Ne aludj, segíts már. Na, látod, teljes komfort. Friss levegő, csillagos égbolt. Kár, hogy a kocsiban hagytam a cigarettát. Mondd, a nagymamád zsidó volt? Miért? Antiszemita vagy? Nem, de. És te? Én? Nem ismersz te engem. Egyszer összeakadtam egy nővel, aki nem csak zsidó volt, hanem néger is. De jó lenne egy cigaretta. Hát neked persze nincs, mi? Nem dohányzol. Ura, egy figura vagy, hallod? Nem dohányzol, nem iszol. Ha iszol, azonnal berúgsz, autót se tudsz vezetni. Hogy lehet így élni? Mit élvezel az egész élettől? Néha én is megpróbálok másképp élni, de nem megy. Valami mindig visszatart. Mi tart vissza? Lódulj neki, vesd el magad, mit én. Nem megy az olyan könnyen. Mielőtt elvetném magam, azon gondolkodom, hogy hova fogok pottyanni. Így aztán sose vetem el magam. Hát hülye vagyok, tudom. Dehogy, egyáltalán nem vagy te hülye. Én vagyok őrült. Na, majd holnap beszélgetünk erről. Na, mi az? Mi van? Gyertek odébb. Sotto un cielo di mille colori ci tubiamo con la testa all'ingiù, mentre tutta la gente è assopita sulla sabbia bruciata dal sole. Ci scambiamo nell'acqua salata un dolcissimo bacio d'amor con le pinne, fucile ed occhiali. Quando il mare è una tavola blu. Két lapot. Se? Hármat. Neked? La luna si resta con te. E balla qui. Tetszik magának? Kicsoda? Az, akit úgy megfordult. Az a lány a kutyával. Tetszik. Nem ő az egyetlen. Hol aludtak az éjszaka? Egy panzióban. Ünnepnapon. Csoda, hogy kaptak szobát. Szerencsénk volt. Ha netán a barátját keresni, arrafelé megtalálja. Ott áll fejjel lefelé. Itt mégszer van világ. Lehet egy kézzel is. Ó, ki ez? Csak folytassátok! Hé, hey, Kleopátra! Miért fényképezett le? Bruno, már ilyen rosszul lett. Nem ismertél meg? De hát minek tetted ezt a fejedre? Szőkén szebb vagy hittel. De te a barnák után szaladgálsz, úgy látom. Öregy már, hiszen rögtön megismertelek. Igen, na, igen. Menj, állj oda lefényképezve. Jó, jó, nézz arra! Ez jó lesz. Vár csak, most fordulj egy kicsit arra felé. Megvan. Majd elküldöm neked. Jó, feltétlenül. Bruno! Hát te hova tűntél? Téged kerestem. Hívjú, Werther, nincs kedve eljönni velünk? Gyere! Nem, menjünk már haza. 10 percre, napozunk egy kicsit. Rád fér, úgyis olyan sápat vagy. Segíthetek, gyönyörű? Elvihetne engem is. Bruno, alig 15 éves és a papája rendőrkapitány. Mi? Olyan. Na gyerünk, te falába, ugordát! Látod, ha nem sportol? Ma lesz még 40 fok is. Ahó! Jöjjetek utánom!
ez a jó képviselő? Az apám. Csak ugyan. És ez a fiatal ember, aki úgy ül itt mellettem, mint egy passzent. Mi bajod vele? Nagyon rokon szemves fiú. Akkor miért olyan szótlan? Talán csak veled. Ebédeljünk Portofinon. Tehát átmegyünk. És húsos metéltet eszünk. Aha. Nagyon jó ötlet. Magának mi a véleménye? Nem, én nem lehetek, kiszállt. Ugyan? Alessandro, irány Portofino, 2 órát adok rá. Nem lehet. Miért nem? Mert nem lehet. Látod, hogy kik az urak? Az ilyenek. Még ki se rúghatod. Ugyanaz a helyzet a bejárónőkkel is. Tudod, Lili, örülök, hogy ilyen lányom van. Azt hiszem, már érted, hogy mi az élet. Okos vagy, magabiztos. Én? Aha. Magabiztos vagyok? Aha. Rosszul látod. Ebben nem hasonlítok rád. A mama szerinte a szerencse fia vagy. Én meg úgy érzem, hogy vaksötétben tapogatózom valami után, ami elfut előlem. Mindig eltűnik. Megértesz? Ezért választom most inkább a biztonságot. Tudod, amikor egyedül vagyok, sokat gondolok rád, papa. Te, ezek az érzések elmúlnak. Én is érzek ilyesmit, ha egyedül vagyok. Aztán meg... itt van ez a Bibi. Valami különöset nem várhatsz tőle. De megbízható, ugye az? Hát szóval... meglátod mellette... Mondd, nem jönnél el egyszer hozzám? Kicsit együtt lennék. Megismernéd Rómát, elvinnélek szórakozni, elmennénk táncolni. Hova is vinnélek? De nem tudom az apát játszani. Látod, más az én helyemben meg tudta volna mondani neked. Megmagyarázta volna. Nem, nem mond. Legalább benned ne csalódja. Kérlek. Ez biztos azt gondolja, hogy hülye vagyok. Talán igaza van. Semmi se jut az eszembe, amiről beszélhetnék vele. Az előbb már majdnem felkiáltottam, hogy milyen gyönyörű idő van. Mekkora sikerem lett volna. Most rajta kaptalak benneteket. De jó a víz. Zavarok? Nem, dehogy. Megzavartalak? Nem. De már puhítottad, mi? Nem áll kötélnek? Nem próbáltam. Inkább nézd meg, hány óra van. Mikor indulok? Majd fürdés után. Már látom, te sehol sem érzed jól magad. Te itt is unatkozol. Te ide figyelj, még kell, hogy adj egy kis pénzt, hogy benzint lehessünk. Rengeteget csavarogtunk. Csinos kis hajó, mi? A fene ezeket az éjszakiakat, ezek tele vannak pénzzel. Te tudod, mit mondott nekem Lili? Azt, hogy szokott rám gondolni, mégpedig elég gyakran. Meg, hogy szerencsés embernek tart. Annak. De hogy miért, azt már nem mondta. De azért örültem. És megint papának volt. Kedves, ugye? A parton vízene szól. Milyen vidám ma? Vidám? Éppen magára gondoltam, vagyis a lányom jövőjére. Persze, persze. Mondja, beszélt már a feleségében a Lili anyjával? Gianával? Hogyne? Egész éjjel tanácskoztunk. Nézze, Cortona. Megnyugtatom, hogy nem szoktam kislányokkal szórakozni. Nincs is időm erre. De Lili tetszik nekem. Természetesen nem állítom, hogy szerelmes belém, de olyan lány, akinek helyén van az esze, és tudja, hogy mellettem igen jó élete lesz. Tehát... Ugyan maga könnyen beszél. Nekem viszont nehéz volt az életem. A háború, a házasság, oda a legszebb éveim. Szörnyű idők voltak. 35 éves fejjel trolibuszon járhattam. Sok rendes embernek nincs kocsija. Tudom, rendes ember buszon is járhat. De eljön az idő, amikor majd mindenki ilyen motorcsónakon akar közlekedni. Nem akartam megbántani. Maga nem akar megfürödni? Most nem, köszönöm. Maga azt ígérte, fényes jövőt biztosít a lányomnak. De mondjuk, ha most arra kérném, adjon nekem kölcsön 50 000-et, na? Most megijedt, ugye? Álom az élet, csak egy rövid álom. Bruno. Ne sürgess már állandóan. 5 percig hadd élvezzem még a tenger. Quando tu mi vorrai.
Dimmi quando, quando, quando. Magát még nem ismered. Maga most jött ide, legyen szíves, adjon egy autogramot. Ez itt Peppino aláírása, ez itt Lojakónóé és Andreotti kegyelmes úré is. Hol írjam alá? Itt mi Loló mellett. Köszönöm, csak! Minden részvétem, asszonyom, hallottam. Köszönöm, Vinicio. A körtétén kértem. Igen. Tessék, itt a Coca-Cola. Ki kérte a hideg kávét? Ide kérem a kávét. Még tartozik nekem egy narancsszirup, amit tegnap vittem a kabinba. Hát akkor tessék. Ez azért mégiscsak túlzás. Ez a pasas a narancsszörpöt is velem fizetteti meg. Ezek a fiúk. Maga nem kért semmit? Egy kávét, de nem fontos. Miért nem szólt a pincérnek? Te jössz. Ha fürödni akar, talál egy nadrágot az ötös kabinban. Nem, köszönöm. Lassan indulok, már 9 óra van. Biztosan megállt az órája, már 1 óra is elmúlt. Igazán? Ó, nézze Brunót! Rajta, otthon jött. Bravo! Hát, engem kivett le. Még azt is. Ciao, babám. Ciao, te majd Rómába hívlak. Üdvözlöm a férjedet. Így van ez mindig, ha az ember egész évben be van zárva, és szívja azt a rossz levegőt. El is hiszem. Mit csinál? Mégis bevallja a pincérnek, hogy magáé volt a kávé? Lehet. Reggio-t hívtam. Halló? Kérem, kapcsolja az Albatroszt. A panzióból Nizi kisasszony. Valéria Nizi. Nápoly, Imola, Savona, Imola. Igen, várok, köszönöm. Remember all you kissed me and you walked. Halló, igen, Valéria? Hogy nincs ott? És nem tudja megmondani, mikor jön vissza? Egy ismerőse. A Rómából. A mamáját? Nem, őt nem akarom zavarni. Nem olyan fontos. Értem, köszönöm. Bocsánat. Szedd össze magad, Bibi! Épp! Látod, milyen kemény legény az apád? Ha, rajta, vém uram! Te! 18-19. Gyerünk, Bruno! Nem tudok figyelni. La gente si chiede perché tu vale questo portandomi con la me. Vuoi sembrare ancora più bella ma l'amore è sempre quella sera. Tu vale questo. Puoi dire bravo! Bravo!
ez jól állt egyet. Ezt megnyertem. Ha nem tévedek, 50 ezer lirában egyeztünk meg. Ne búsulj, Bibi, az én pénzem volt, ennyit nyertél pókerbe. Ez gyere, ígyunk rá. Ez itt a tied. Dehogy nem, 10 000 a tied. Na. Persze, tegnap óta te tartasz el. Na, most jöhet egy zuhany, aztán nekivágunk, és estére otthon vagyunk. Megengedi, uram? Hány kilométerre van ide Viareggio? Telefonáltál Valériának? Igen. Jó van, ezt már szeretem. De nem beszéltem vele. Azt mondták, hogy kiment a strandra. Nagyszerű, hát menjünk mi is oda. Nem akarlak fárasztani. Hogy fárasztani? Tudod, hogy én Viareggio-ban otthon vagyok. Megyünk is kész. De lehet, hogy nem is illik. Ez mindig illik. Mondja, nem tudja, hol a lányom? A hajón van Bibivel. Nem sokára indulnak Elba szigetére. Mi? Hova megy? Ja, vagy úgy. Te mondd reggel, mit szólnál hozzá, ha megállnánk Kalapúrióban egy jó hallevesre? La 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 la. Gyorsabban! És mi lesz? Hajrá! Ott maradunk Viareggio-ban? Nem tudom. Lesz, ahogy lesz. Majd meglátjuk. Ez már beszéd, öreg fiú. Bízzuk a sorsra. Gáz! Rajta, gyerünk! Hurrá! Hurrá! Na, látod, ez az. Látod, ez már tetszik. Mit akar ez itt előttük? Utat! Öregem, ez életem legboldogabb napja, esküszöm neked. Igazán. Hajrá! Gyerünk, Milen! Előtt! Nem húz ez az állat! Begyulladtál! Segített! Ciao, Egy! Ciao! Vigyázz! A barátja? Robertónak hívták. A vezeték nevére már nem emlékszem.